rögtönzött dolog lesz. Hát, ja. Sziasztok srácok, itt vagyunk az új Survivor videóban. Na jó, nem. Bence készített nekünk a szerverre, nem tudom emlékeztek-e még rá, a Blox nevű szerverünkre egy új játékot, ami a mostanság népszerű Squid Game-en alapul. Ez lesz a teljesen alfa tesztje, úgyhogy vadászunk bugokra. Bence, elmondod röviden, hogy eddig mi került bele ebbe a játékmódba? Na szóval, eddig nagyon-nagyon egyszerű az egész. Annyi ugye, hogy bedob minket abba a kis kabinba, ahonnan az emberek kijönnek, kinyílnak az ajtók, és hát ugye át kell menni a túloldalra, hogy a vonalat át kell lépni. Ha. És hát ugye, amikor piros a lámpa, akkor nem mehetsz, hogyha megmozdulsz, akkor meghalsz, hogyha a zöld, akkor pedig mehetsz. És hát ugye az a lényeg, hogy a pályának a másik végébe írj. Tehát nyilván, aki látta a sorozatot, azt tudja. Mi az, ami még nincsen benne? Na, ami még nincs, az igazából, hát nincs még ott középen az az NPC, aki majd forgolódik. A legfontosabb rész. Na igen. Aztán annyit még nem csináltam meg, hogy legyenek ilyen effektek, hogy repkednek a golók. Tehát amikor lő rád az ágyú. Igen, de még nem jön feléd a goló, tehát így nem tudsz belenézni a golóba, amikor jön. És akkor a véglegesbe ezek benne lesznek. A véglegesbe ezek benne lesznek. Mikor már ti feljöttök a szerverre és játszotok ezzel a játékkal, ez már benne lesz. Ja, csak ezzel még nem akartam foglalkozni. Nézzük meg, mivel kell bejoinolni? Okay, visszaszámlálás, aha. Hú, de szép! Akutyaga. Nagyon gyönyörű. Ja, a pályát azt 3 perc alatt tűztem fel. Jó, oké. Okay. Tehát így single playerben felhúztam a pályát, kb. És honnan tudom, hogy piros lámpa lesz? Majd innen. Á, oké. Okay. Ehhez jó lenne, hogyha lenne valami hang. Á, francba. Igen, mert így elég nehéz kitalálni, hogy mikor. Igen, tehát amúgy onnét tudnád, ugye, hogy amikor fordul át az NPC. De az még nincs. Úristen. De az még nincs. De... Valami hát, hangeffekt kéne, nem? Valami dallam. Nem is kell feltétlenül annak lennie, csak valami, tudod, hogy tü, nem tudom, valami ilyesmire gondoltam. Jó, akkor itt legyen egy vágásom, eddig messem, hogy legyen valami visszaszámláló hang. Jó, oké. Okay. Elméletileg valami kis ilyen puvola hang lesz, de nem olyan sok, tehát azért majd észre kell venni. Aha, volt aha. Hang! Na, oké, oké. Oké, és ez a... Végigértünk amúgy. Igen, de nem kell várni az időt. Na hát ilyenkor ugye visszarak az elér, és akkor megint be lehet jönni. Tehát így. Értem. Na, akkor nézzük meg most már teljes egészében. Jó. Azt hittem, hogy végig tolja ezt a... fúval a hangot, de akkor nem. Akkor csak addig tolja. Hogy addig? Hát, hogy itt is. Tü. Jaha. Ja. Oh, várjál, vár! Hát, hogyha megfordulok, akkor is tolja? Ez nagyon komoly. Igen, hát, hát nem mozogjál? Hát, végül is igaz. Hát nem szabad megmozdulni. És akkor most mindannyian kiestünk, azért mondom. Vissza akarok menni. Ne legyen kicsit hosszabb a pálya, vagy ne tegyünk bele egy kis csavart. De lehet, hogy kéne bele tenni valami csavart. Itt vagyunk. És amúgy csak mi leszünk itt... minek hívják? Kreatívan? Vagy... Amúgy tök random választja, hogy mikor lesz a fuhola? Aha. Ah. Ja, hogy tök random. Hát jaj, random. Hát igazából azt hiszem úgy csináltam, hogy 1 és 3 másodperc között választ. Bele pár kört, ja. Pár kört. Oh, de csak megmozdultam, hát nem hiszem. Igen. Nem hallottam a fúvolát. De hát szólt! És mégis lehet! Igen, mert oké, hogy szólt, de még nem történt meg. De sípolt kettőt. Sípolt kettőt, és utána izél. Tehát, hogy ja. Ezt csak figyelmeztet, tudod? Ott még eltelik egy másodperc az utolsó sípolás előtt. Még csak narancs volt a lámpa. Még csak narancs volt. De és elpadlóztad narancsnál. Nincs meg annak az eshetősége, hogy... Várjál. Hogy végig sétálsz? Oké, tehát hogy egyből vált. Tehát, hogy amint zöld lesz, egyből utána vált. Annak nincs meg a lehetősége, hogy zöld, vagy piros! Ja, de előtte még van egy síp hang. Hát egy másodpercet mindenképpen várnia kell. Amúgy, kedvencem az, hogy ide tetted a lövőtornyokat, meg ezt a fát. Azért legyen már hiteles a játék. Hát,
De az, hogy kicsit szélesebb legyen, vagy legyen fal, vagy valami, az még nincs megcsinálva. Hát jó, de egyébként a lövések azok innen jönnek. Tehát várjál. Szevasz. Látod a robbanást? Nem. Pedig elvileg robbannia kellett volna, és lett volna itt egy particle. Volt, biztos valami volt, de és akkor rendesen valami ívesző fogja eltalálni az embert, vagy nem? Igen, igen, tehát ezt mondtam is az elején, hogy ezt még nem csináltam meg, hogy lássad is a golót, ahogyan jön és elkap. Értem. És viszont, akkor ilyenkor, viszont mikor robban. Lejár az idő, akkor mindenki meghal, aki ott volt a igen. pályán. Igen, ja. Még arra is odafigyeltél, nagyon pöpec, hoppá. Na jó, kicsit változtassunk ezen a pályán, hogy legyen valami izgalom is benne, mit szólsz hozzá? Ez jó, hogy ez nincs word edit. Tegyek be azt is amúgy, vagy ne. Most, megoldjuk! Nincs ezzel baj, megoldjuk. Jó, azért hozzá kell tenni, srácok, hogy nem ez lesz az eredeti pálya majd. Tessék, ez jó is lesz, tessék, lássék. Gondolom a fa az annyira nem létfontosságú, hogy amúgy, hogy nézzen ki. Ennyire meg is építhetnéd majd az NPC-t amúgy. Tényleg amúgy. Csak az akkor nem fog forogni. Tudod, mi lenne nagyon köcsög? Na. Tenni ide egy falat, amit létrán kell látmászni. És miközben mászol, tudod, hogy meg kell maradnod mozdulatlanul. Így a létrán. Hát akkor tegyünk. Nem csúszhatsz le. Ez nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni amúgy így. Hogy ugrás közben is... Nem, persze, hát én csinálom. Hát ugrás közben kapod a fejest, aztán boom. Tényleg amúgy. Jó, nem ér rá gyakorolni. Ja. Nem ér rá gyakorolni. Ez meglepetés kell, hogy legyen. Várjál, akkor ide teszünk egy NPC-t. Várjál. Ugye kiválasztom, várjál. Legyen ilyen nagyon komoly feje. Ide nézz. Hoppá, milyen komoly kis csaj, figyeld. Aszta. Így. Hallod. Tegyük rá egy ilyen izét. Nem tudom, valamit, ami olyan, mint hogyha be lenne fonva a haja. Belátok a szoknyája alá innen. Így, ide nézni a fejelet, mint egy robot. De nézzük azt a komoly arcot, amivel majd figyelni fog, érted? Ez nem mosolyog, ez komolyan néz, ez komolyan el fog találni, hogyha te odamész, miközben ő figyel, véged van, öcsém, véged van. Gyönyörű, kérem szépen. Meg a lobbinak a helye. Szerintem minden megvan. Szerintem is. Oké, akkor kezdjük. Na, pacek, akkor... Ja. Hova mentél? De most mi? Ez nagyon nagyon, nagyon szigorú. Hát nézzek azt a fejet, nem csoda, hogy szigorú. Nézzek, ő nem babra játszik. Vagy mit szoktak ilyenkor mondani? Meglátja, hogy beletép a szél a hajadba, azt lelő. Na nézzük, hát... nézzük. Te se vertél tovább menni, mi? Oké. Elfaszultál! Mindig belehúzok egyet az egérbe. Én is még most belebrángattam magamat, mint egy epilepsziás! Jó játék volt, de most már végig kéne érnünk a pályán. Hát, nem ártana, hallod, hogy már egyszer ilyen katonai kiképző pályát csináltunk. Igen, most már azért jó lenne, hogyha valahogy végig is érnénk rajta. Hú, de gyors! De miért pasztolsz meg?! Miért pasztolsz? De hát te mondod, hát ugrás közben, hát ez milyen unfair most már így. Kezdem azt érezni, Bence, még a falig sem jutottunk el amúgy. Még a falig sem jutottunk el. Nem, hogy megmozdulj. Nem. Oké. Ne! Ne! Az Isten itt a repülés közben, hát nincs ilyen. Nem érdekel, hogy te vagy én. Jussuk végig. Figyeljünk a fúvásokra, ez szigorú. Nagyon szigorú. Ne mozdulj! Meg kell állni, az első fúvulánál meg kell állni, mert nem áll meg a karaktered időben. Na. Oké. Nem merek tovább menni! Meg sem mozdulok! Nem merek! Hogy megálltál? Kivárásra játszom. Kivárásra. Ne! Oké, úristen! Pedig most mindjárt végigérek.
my god! Végre! Megvolt! Így van ez! Na, gyere ide, kislány, hagyd csapjam szét az arcodat! Ó! Anyi! Nem hiszem el! Miért mentél tovább? Miért estél le? Mert én ügyetlen voltam! Nem egy... Ez az egér, de csúszik! De akkor miért nem engeded el az egeret? De, nem tudom, buta vagyok. Oké, okay, én még élek, Bence, ez a fő. Látom, lát... De annyira megzavar az a hülye sípszó! Annyira minek megzavar, kellett? Hogy... Hú! 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 Minek kellett beletenni? Jó, most serénk helyett, akkor még rosszabb lesz. Igen. Ezt nem ismered azt a részt! Azon még nem jártál. Oké. Oké. Ááá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 
Nem tudom, 17. Akkor kicsit iparos. Á, nem! Nem hiszem el. Nem, ezzel nem tudunk végigérni. Na, srácok, szerintem ennyi lesz. Aztán meglátjuk, hogy nektek hogy fog tetszeni a játék, és ki hányszor fog végigérni rajta. Biztos, hogy mielőtt bekerül a szerverre, azelőtt lesz még egy pár update rajta, meg egy kis fejlesztés a pályák terén is. De hát igen. Lényegében a játék az hasonló lesz. Kösz, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Csá! We'll be right back.